Folytatódik a nyarai itthon a Közmédia turisztikai műsora. Molnár Csilla ezúttal Káptalanfüredre utazott, ahol Vince Lilla énekesnő mutatta meg neki a környék nevezetességeit. Mai kirándulásunk úti célja a Balatonfelvidék ékszerdoboza Káptalanfüred. Káptalanfüred balatonalmádi meseszép páros része. Az északi part békés üdülőhelyét a fürdőkultúra tette ugyan híressé, de a nevét a veszprémi Káptalannak köszönheti. Azért Káptalan, mert a káptalanok osztották fel ezt a 30-es évek során kis parcellákra az egész területet. Káptalanfüred igazából egy nagyon kicsi település maradt, nagyon kedves helység, ezért ilyen szuverén, de közben nagyon közel esik ugye Almádihoz, Alsóshoz, Felsőshoz. Tehát ezért ezek összekötöttek. Ha egy kis túrázásra vágyunk, érdemes eltávolodni a parttól. A Szőlőhegyen ugyan még picik a fürtök, de a környék szépsége rabulejtő. Néhány perc alatt pedig elérhető a vidék egyik legbájosabb kis temploma. Itt jó elcsendesedni egy kicsit. Hát ez egy csoda. Ez mindig valami, úgy egy más világ. Ez egyik leggyönyörűbb, legrégebbi balatoni református templom. Hát itt van az egész történelmünk, az életünk. Ez a templom még a tatárjárás után épült. A történelem során sokszor nyújtott menedéket a környékbelieknek és az utazóknak egyaránt. De már is indulunk tovább, mert Káptalanfüred kedvenc túraútvonala egy váratlan meglepetést tartogat. Csillám, csodálatos helyre hoztalak. Látod? Mi is kellett túl sokat jönni. Hát ez egy gyönyörű kilátó, fölmegyünk, és lehet, hogy még ott is alszunk. Itt. Bizony. Hát ezt nézzük meg. Nézzük meg. Na, mit szólsz ez, Csilla? Gyönyörű a kilátás. Itt vagyunk ugye a gyönyörű kilátó tetején, és nem csak szőlős dombokat látunk, ugye mert nagyon híresek a vidék a borászatáról is, hanem az egész északi partot is. Káptalanfüredet egyébként a helybeliek szeretik egy sziklakerthez hasonlítani, amely élővilágával, tiszta levegőjével és kiegyensúlyozott éghajlatával teszi különlegessé a balatoni nyaralást. És persze nem ez a kilátó az egyetlen a környéken, egy térkép segítségével érdemes sorra megnézni az összeset.